Jótékonysági nap keretében ismerhetjük meg a sárkányhajózás izgalmait augusztus 27-én vasárnap a Tolnai Holtágnál. Ez egy olyan 12,5 méter hosszú kenu típusú hajó, melyet elől sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszít. Finkné Szabó Ildikó, a Lapátolna Sárkányhajó Klub elnöke elmondta, hogy egyesületük 2006-ban alakult meg, ahova szívesen fogadnak új tagokat, akik kedvet éreznek magukban emek különleges sport megismerésére. A kilátogatókat arra szeretnénk kérni, hogy egy doboz, egy cipős doboznyi tartós élelmiszerrel, használt, de jó állapotú ruhákkal, iskolaszerekkel, játékokkal jöjjenek, amit a Családsegítő Központ közreműködésével szeretnénk eljuttatni arra rászorulóknak. Én úgy gondolom, sajnos elég sokan vannak. Innen jött az ötlet, hogy cserébe azért mi készülnénk programokkal, sárkányhajózással, és egész napos programmal. A szervezők színes programokkal készülnek, táncos fellépőkkel, és nagyon sok családoknak, gyermekeknek szóló műsorral. A Tolnai Ippon Karate és Íjász Egyesület tart íjász bemutatót. Lesznek különböző ügyességi játékok, kötélhúzást szeretnénk, zsákban futást, sörivó és ropievő verseny, valamint 11 órától a Mözsi székhelyű szenior tánccsoport lép fel. Főzőversenyt is szeretnénk, az 9 órától indul, tehát aki főzni szeretne, 9 órára várjuk szeretettel. A főzőversenyt Mancinger László tolnai mesterszakács fogja díjazni és értékelni, ennek eredményhirdetése 1 órára várható. Ezt követően a szekszárdi székhelyű origó tánccsoport lép fel. Őt a júniusi tolnai sárkányhajónapon, a Lapátolna sárkányhajónapon ismerhettük meg. Nagyon színvonalas előadást adtak gyerekek, felnőttek, úgyhogy táncműsorral készülnek. Lehetőség lesz a ma népszerű TikTok táncok elsajátítására is. A maradéktalan hangulatról a Healthy Acoustic gondoskodik, Helfenbein Dávid közreműködésével, aki zenés, gitáros rockzenével ismert előadók dalait fogja megszólaltatni. Az esemény habpartival fog záródni. A szervezők bíznak benne, hogy az izgalmas programkínálat garantálja a felhőtlen szórakozást a jótékonyság jegyében.